Ugye, már hallottunk történészt, orvost, szociálpszichológust. Én vagyok a mérnök, a földhöz ragadt. Én általában a földhöz ragadtság az abban is meg szokott mutatkozni egy mérnöknél, hogy szokott ragaszkodni bizonyos tényekhez, meg ábrákhoz, hogy segítsen egy picit neki a bemutatni, hogy miről is beszél. Ugye a dolognak az volt még az érdekességét, az előttem hozzászólókat figyeli az ember, hogy annyira arcátlanul fiatalok hozzám képes, hogy amit a Péter mondott itt a végén, hogy a hanyatló nyugatról szóló dolgok, kérem, én ebből még államvizsgáztam, és úgy hívták, hogy tudományos kommunizmus, ez borzasztó. Ugye ráadásul én ezt a Szovjetunióba tettem meg, ezt az államvizsgát, tehát hogy tudnék róla mesélni, mi volt az államvizsgán, de visszatérve ugye a háborúról is azt mondtuk, hogy az nem most kezdődött, hanem sokkal korábban. Az energiával kapcsolatos dolgok is sokkal, de sokkal korábban kezdődtek annál, mint sem azt mi azt feltételeztük volna. És érdekes módon, ugye talán még egy picit vitatkozva is azzal, amit az András mondott, hogy akkor most Oroszországot teljes egészében megpróbáljuk-e kizárni ebből a jövőbeni energia ellátási rendszerből, vagy sem. Hát azt azért tudomásul kell vennünk, hogy Oroszország a második legnagyobb földgáztermelő, és a második legnagyobb kőolajtermelő a világon. Sőt, amiről nagyon kevesen tudnak, az LNG, azaz a folyékony földgáztermelésben is Oroszország a harmadik legnagyobb. Nem tudom, hogy tudják-e. De ez az egész azért, és csak egy picit a történeti visszatekintés, az egész az Egyesült Államoknak köszönhető, hogy Oroszország a harmadik legnagyobb LNG termelő, mert az Egyesült Államok indította el azt a fajta változtatást, amit ezen a grafikonon látnak, hogy hogyan zúgott le 2013-tól kezdődően egyébként az európai földgázpiacon a földgáz ára. Én azért imádom ezt a grafikon, mert pont 2013. január 1-én indul. Miről nevezetes? Rezsicsökkentés. Akkor kezdtük. Mindenki tudta, hogy le fog menni az energia ára. Az Orbán kormány is pontosan jól volt informálva erről, tehát olyan nagyon-nagyon-nagyon nem vállalt azzal, hogy majd ezen tud csökkenni fog az ár. Csak úgy mellékesen tettem oda azt a kis piros részt, amivel jeleztem, hogy egyébként 2019 végére már 45-50%-kal ment le az európai piacon a gáz ára. Ehhez képest mi kaptunk 25%-ot három részletbe, és még örülni is kellett neki. De hogy az egész mi okozta az Amerikai Egyesült Államok. Ugye a palagáz forradalom kapcsán az Amerikai Egyesült Államok először egyre többet termelt saját maga a földgáz, majd teljesen önállátóvá vált, majd átlépett abba a körbe, hogy már nettó exportőrként megjelent a piacon. Mostani időszakig, 2010-től kezdődően 65%-kal nőtt az Amerikai Egyesült Államokban a földgáz termelés. Ezzel ők az elsők a világon, miközben korábban ugye kormánypárti sajtóban még mindig azt szoktam olvasni, hogy az Oroszország a legnagyobb földgáz termelő. Nem. Már régen nem az Amerikai Egyesült Államok. És ugye a piacon két dolog szokott problémát okozni, a legnagyobb problémát, ha sok a gáz, meg ha kevés. De mind a kettő valami hasonló problémát szokott okozni. Az egyik az azt okozza, hogy nagyon leszaladnak az árak, és ha leszaladnak az árak, akkor a termelők visszafogják a termelést, ha visszafogják a termelést, akkor meg megint hiány alakul ki a piacon, és fölmennek az árak. Ez az, aminek mi szemtanúi voltunk 2021-ben. És ezt a hirtelen lement ár környezetet a pandémiás helyzet okozta, amire természetesen az oroszok, ahogy szokták, ők mindig ráülnek. Az oroszok kiváló kereskedők. Mindig szoktam mondani, hogy az a szó, hogy kupec, az orosz szó. Nem? Tényleg? Tehát nem viccelek. És az oroszok borzasztó jól tudnak kereskedni, és mint ilyen, borzasztó jól tudnak blöffölni is, hiszen a kereskedelemnek egy jelentős része a blöff, meg a spekuláció. A piac meg imádja ezt a fajta blöfföt felülni erre a vonatra, mert mindegyikre igyekszik szélsőségesen reagálni. Akkor is, hogyha valamiből hirtelen sok jelenik meg, abból is, hogyha kevés jelenik meg, akkor is, hogyha bármilyen zavar jelenik meg a rendszerben. És ugye, hogyha az oroszok ráültek arra az időszakra, amikor a pandémiát követően visszarendült a világgazdaság, és nem csak simán visszarendült, hanem jelentősen meghaladta a korábbi időszak termelését és
igényét. Az oroszok meg azt mondták, hogy ó, nem adunk gázt, majd akkor adunk, emlékeznek rá biztos, majd ha az északi áramlat kettőt engedélyezitek, ugye? Emlékezik rá mindenki biztosan. Az oroszok nem tudtak volna több gázt adni, csak elárulom. Nem is volt nekik több. Ugyanis a Oroszországban borzasztóan nagy problémát jelent jelenleg a szibériai földgáztermelésnek a szintjét fenntartani. Bármilyen ezzel ellenkező híresztelés van, Szibériát pontosan ugyanúgy érinti a klímaváltozás miatti felmelegedés és a permafrostból felszabaduló olvadás, az azt jelenti, hogy Szibériában lehetetlenné teszi a tundra meg a tajgának a bejárását. És ugye, aki ott dolgozott kint, az nyilván tudja, vagy aki járt ott kint, ott télen lehet dolgozni. Nyáron nem lehet dolgozni, elsüllyednek a mocsárba, tehát minden télen kell kialakítani, és Oroszország, ha akarta volna, se tudta volna növelni. De természetesen Putyin rájátszott, hogy majd adunk, nem adunk. És ugye azért érdekes ez az északi áramlat emlegetése, mert miközben 2014-ben bekövetkezett ugye a Krím annektálása, az északi áramlat intenzifikálásáról szóló döntések és a németeknek az ilyen típusú beállása ebbe a sorba, az azt követően történt. Tehát továbbra is elhitték azt, hogy Oroszország soha többet nem fogja úgy használni geopolitikai, taktikai fegyverként az energiát, mint ahogy azt a Szovjetunió tette. És ahogy Katka elmondta az elején, tévedtünk. Mindenki rosszul ítélte meg ezt az időszakot. Az elmúlt időszakhoz képest, hogy mennyire esett vissza az Oroszország európai földgáz ellátása, az egy nagyon sokkoló grafikon, ami ott a bal oldalon látszik. Nagyjából a negyedénél is kevesebbre csökkent le Oroszországból. A 2021-es szállított mennyiséghez képest a jelenleg Európába érkező földgáz mennyisége. Ez természetesen a vezetékes földgázra vonatkozik, mert az LNG szállítás az egy picit másabb dolog. De hogy a grafikont is lássák, ott látszik középen az az oroszországi rész, hogy mennyire esett vissza a 2021-hez képest Oroszországnak a termelés, az döbbenetes. Az összes többi területen volt többé-kevésbé szinten tartás, de ami igazán sokat nyert ezen, az egyébként az LNG volt. De Európa önmagában megrázta magát egy ilyen helyzetben, és bebizonyította a sokszor az európai polgárokat kiskorúaknak tekintő politikusok elgondolásai ellenére, hogy sokkal gyorsabban képes alkalmazkodni egy ilyen szituációhoz, mint az bárki hitte volna Európa, akár saját magáról is. Több mint 20%-kal csökkent Európában a földgáz felhasználás. És persze lehet ezt arra, meg mondjuk is nyilván, hogy enyhébb volt az őszi időszak, de már az őszi időszakot megelőzően jelentős csökkenések voltak, és persze az igazsághoz hozzátartozik az is, amivel kezdenünk kell valamit, méghozzá középtávon, vagy inkább rövidtávon. Nagyon sok olyan iparág adta fel most hirtelen, amelyiknek a gáz megkerülésére nincsen lehetősége. Műtrágyagyártás. Nem lehet másból műtrágyát gyártani, csak földgázból. Jó szénből is lehet, meg kőolajból is, de ezt mint alternatívát nem mondanám. Vagy mondjuk a kohászat. A kohászat, ami borzasztóan egy felhasználója ennek. És ezek leálltak, és ezt a problémát meg kell oldanunk előbb-utóbb. Európa meg azt mondta, hogy jó, akkor három teendőnk van, három nagy teendőnk van. Keressünk alternatív földgázforrásokat, ezek között nyilván az LNG, mint az egyik lehetőség adja magát, de ebbe beletartozik az is, hogy hozzunk több felőről több vezetéket. Gyakorlatilag erről beszéltünk a 2010-es évek környékén, biztos mindenki emlékszik rá, Nabucco, hogyha ezt emlegetem. Akkor mi mindig azt mondtuk, sőt már a 2008-as, még a Gyurcsány kormány idején is, ugye akkor még ostorozták ezeket a vezetékeket, hogy nekünk egyébként teljesen mindegy, hogy melyik vezeték jöjjön mindegyik rajtunk keresztül, aztán majd megoldjuk ezt a problémát. A Nabucco leállt, többek között egyébként a németeknek köszönhetően. Tehát erre azért mindenki figyeljen oda, hogy a németek építettek négy olyan vezetéket, mert ugye kettő-kettő vezeték az északi áramlat, egy meg kettő, közösen az oroszokkal, abban reménykedve, hogy ők lesznek majd Európának a fő földgázellátói. Tehát emögött ez a megfontolás volt, és ebben nem illeszkedett az, hogy Azerbajdzsánból például alternatív földgázforrás érkezzen Európába. Mert az oroszok majd hozzák. LNG, ugye mi megtanultuk azt, miniszterelnökünk mondta, mi eddig nem tudtuk, hogy nekünk nincs tengerünk, mert elvették. A németeknek van tengerük.
és nem volt egy darab LNG termináljuk se. Egy sem. Február 24-én egy darab nem volt. Miért? Mert ők arra két vezetékre, vagy négy darab vezetékre esküdtek. Ebből következően hirtelen be kellett valamit pótolni is. Európa az LNG területen olyan változást ért el, amit senki nem hitt volna, én magam sem. Szkeptikus voltam, hogy mennyire és hogyan lehet ezt növelni, ezt a mennyiséget. És azt mutatja jelenleg, hogy gyakorlatilag Európában 2022 végére megduplázódott az LNG beszállítás mennyisége, amit mi eredetileg 2030-ra gondoltunk. 10 év alatt, azt mondtuk, hogy hát a 8-10 év alatt megduplázódik. Egy éven belül megduplázódott. És ugye van a másik sztereotípia, amit szintén szoktak mondani, legutóbb a budai képviselő úton láttam valahol odaírva, hogy persze Katarral megegyeztek a németek, de milyen áron? Hát kérem, ugyanannyiba kerül az LNG, mint a vezetékes gáz. Pontosan ugyanannyiba. Itt van a grafikonon, látszik az alsó grafikonon. Kicsit kitakarom. A TTF ár és az LNG ára az tök egyformán mozog. Ugyanis, amikor azt mondják, hogy olcsó az LNG, vagy a vezetékes gáz, akkor azt felejtik el, hogy persze, az oroszoknak olcsó az előállítása. De ugyanannyiért adják a piacon. Hát most érdekel minket, hogy a paradicsom az most Olaszországból, Spanyolországból, vagy éppen Magyarországról jött? A paradicsom ára ennyi. Ennyien fogjuk megvenni. Van egy piaci ára. A gáznak is van, ugyanis az LNG addig LNG, amíg a tengeren kolbászol. Utána az ugyanolyan vezetékes gáz lesz, mint az összes többi. Az ugyanolyan metán. Bárki bármit mond. CH4, nem tudom, ki emlékszik még rá kémiai tanulmányaiból, ez a legelső elem a szénhidrogén láncsorban, CH4. Egyébként, csak megjegyzem, a palagázról is szoktak mondani, hogy az csúnyább, meg koszosabb, meg minden egyéb, az is CH4, semmi különbség nincs. Tehát ezeket a sztereotípiákat ki kellene nőni ahhoz, hogy megértsük, hogy hogy működik a piac. És akkor most szembesültünk azzal, hogy hát a piacon micsoda nagy csökkenés van árba. Ugye most ilyen 56-58 euró körül van az ár. Nyáron 340 felé ment. De akkor mondok jobbat. 2020 márciusában, amikor tombolt a pandémia, a TTF ár 3,98 euró volt március 20-án. Hát 2020-ban. Az idén, illetve most már tavaly, szóval augusztus 26-án 347 euró volt. Majdnem 100-szoros különbség volt. Egyik se normális. Tehát itt azt kell látni, hogy az árak mozognak, de egyik sem normális, egyik sem az arról szól, hogy ő most fedezze azt, amibe kerül éppen teljes egészébe, annak az előállítónak, a kereskedőnek, stb. Mi okozta ezt a problémát, vagy ezt a mostani csökkenést? Ugye az időjárást említettük, az, hogy Európa visszafogta magát, nem úgy, mint nálunk, ugye nálunk folyamatosan ez az áldozathibáztatás megy tényleg, hogy azt mondjuk, hogy nehogy már nekem legyen hidegebb otthon, hogyha oldják meg az ukránok a problémájukat. Ugye ezt szoktuk hallani folyamatosan. Németország, én nekem van olyan németországi ismerősöm, aki azt mondta, hogy ő nem azért veszi le a gáz, mert nem tudná kifizetni 20 fokra, hanem azért, hogy ne adjon Putyinnak arra lehetőséget, hogy az én gázomból ő még hadakozzon. Mikor jöttünk mi el idáig Magyarországon? Miközben, és ugye azt szoktuk hallani, hogy Magyarország történelmileg úgy alakult, mi Oroszországhoz vagyunk hozzákötve gázügyileg. Hát kérem, így néz ki jelenleg a földgáz beáramlási rendszerünk. Gyakorlatilag minden országgal össze vagyunk kötve. Minden országgal. Ez a földgáz rendszerünk, ahogy most mi. És mutatok egy még érdekesebb ábrát. A baloldali ábra azt mutatja, hogy 2019 elején még, amikor működött a ukrán kapcsolat, akkor gyakorlatilag Ukrajnából és Ausztriából érkezett gáz. Hogyha végére elmegyünk, az itt van kinagyítva ezen a részen, nézzék meg. A piros színű ott alul, azaz, ami Szerbia felől jön, a török áramlat. Ez a klasszikusan orosz Gazprom eredetű gáz. Félreértés ne essék, nem a molekuláról beszélek. Attól, hogy valami orosz molekula, attól még nem biztos, hogy a Gazpromtól vettük. És ez a kulcskérdés ebben a kérdésben. Nézzék meg, itt van egy olyan rész, november elején, negyedét sem érte el az Oroszországból a Gazpromtól érkező földgáz mennyisége a magyarországi teljes importnak. A negyedét sem. Miközben, mit mond Szijjártó Péter, aki legalább annyira mindenhez ért, mint Nógrádi Győrt? Bár az András azt is mondta, hogy például lehet külügyminiszter cserét, ezt tudnám szorgalmazni. Bár elveszítenénk egy polihisztort az energetikából. Tehát az a lényeg, hogy
hogy fehéren feketén bizonyította az élet, hogy ez nem igaz. Bárhonnan tudunk földgázhozni, össze vagyunk kötve az európai földgázrendszerre. Most ezzel szemben hogy is néz ki az indoklás? Hát mi azért veszünk az oroszoktól gáz, mert nálunk a legolcsóbb. Tessék, itt van a kimutatás. Nálunk a legdrágább a gáz, amit az oroszoktól veszünk. A legdrágábban veszünk. Miért? Meg kicsik vagyunk, emberek. Hát vegyük már tudomásul. 4,5 milliárdra szerződünk, a németek meg 50 milliárdra szerződtek. Kinek adtak nagyobb diszkontot? Hát nyilván a németeknek. És akkor ugye jön az unortodoxia, mi ebben mindig marhajók voltunk. Ugye teljes Európa azt mondta, hogy le fogok válni az orosz gázról. Mi ezt úgy oldottuk meg, hogy még kértünk. Ezt az unortodoxiát, ezt is egyébként a hozzáértő mindenhez is értő miniszter intézte. Az európai barátaim meg azt mondták, most komolyan úgy akarjátok csökkenteni az orosz függőséget, hogy még kértek 700 milliót? Ja. Hát ezt ők még nem ismerték. Mi már itt élünk azért egy ideje, tehát mi nem csodálkoztunk. Földgáz tárolással kapcsolatban, hogy miért is kulcskérdés, és miért is viselkedünk mi másképp. Csak egy apróság. Nézzék meg, a magyar földgáz tárolók jelenlegi töltöttség a teljes 51-2% körül van, Európa 69. Nem azért, mert hülyék. Nem azért azt mondják, hogy az már ott van, emberek. A tárolóban benne lévő gáz az ott van. Mi meg úgy égetjük a tárolói gázt, és úgy használjuk föl, mintha nem lenne holnap. Miért? Mert az orosz barátaink megnyugtattak minket, hogy ne aggódjál, neked mindig lesz. Ha más nem fű alatt küldünk. Egyébként nagyon fontos eleme a földgáztárolás egy földgázrendszernek. Nem tudnánk nélküle ma már ezt a fajta bozdaszon egy ciklikusságot megoldani, ami van. Gyorsan hozzáteszem, sokkal inkább össze lehetne az európai földgáztárolók működését egymással hangolni. Jelenleg nem hangoljuk össze, sőt, hát ugye szintén a mindenhez értő miniszter mondta, hogy mi nem adunk senkinek. Ugye azt mondta, hogy nem vállalunk szolidaritást senki másra, kivéve Szerbiát. Ugye? Ugye? Ezt egyébként megtettük 2009-ben, amikor az oroszok először elzárták a gázt. Szerbiának meg Boszniának adtunk gázt, és mindenki féltéglával verte a mellét. Azok is, akik előtte azt mondták, hogy minek nekünk földgáztároló. Hát, amikor, mert addig nincs gáz, amíg nincs gáz. De ha nincs gáz, nagy gáz van. Tehát földgáztároló nélkül. És egy picit néhány szó tényleg az olajról. Azt megszoktuk, hogy az olaj az mindig főleg kolbászol, ugye a 2020-as időszakban az olaj is nagyon lement, ebbe a pandémiás időszakban, akkor volt a tengeren túlon negatív olajár, megállítottak az utcán, hogy akkor ez most az jelenti, hogy ha bemegyek tankolni, fizet nekem a kutas? Miért kell ezzel? Negatív. Mondtam neki, hogy nem sajnos, ugye az energia árstruktúra, meg az üzemanyag árstruktúra, ez azt jelenti, hogy ha nullába kerülne az üzemanyag, akkor is kéne fizetnünk jövedéki adót, meg arra rárakódó 27% áfátást. Ha nulla lenne minden, akkor is 200 forint lenne az üzemanyag nálunk. De hogy ebből az egészből miért csináltak ekkora nagy cirkuszt, és most is csinálják és hergelik a cirkuszt, amikor azt mondják, hogy ugye jól megjósolta szintén a külügyminiszter, hogy majd föl fog menni az ár az embargó miatt, másnap esett 10 dollárt, mondanom se kell. Tehát igen, meg hogy majd akkor az orosz olajnak megy föl az ára. Jelenleg az orosz olajára, hát pont nem látszik itt a Péter fejétől, hogy megkérem egy picit, mert annyira lement az orosz olajára, képzeljék el, hogy elbújt a Péter mögé. 37 dollár, miközben a Brent olajára az 80. Felét sem érje. Azt mondták, hogy ha 60-ban meghúzzák, akkor majd a fekete piacon. Hát persze, a fekete piac az működik, tagadhatatlan, és ezt az orosz olajár különbséget, ami itt látszik jó, hogy mennyi a Brent ár közötti különbség, azt ez a nagy magyar vállalat azért használja ki, és azért imádja, meg a magyar kormány azért védi, úgy mondvá, hogy technológiailag nem megoldható, mert rohadt nagy extra profitot vesz el tőlük. De egyébként az első grafikon az azt mutatja, hogy hogyan változott meg a háború másnapján a MOL-nak a finomító járése. Négyszeresére emelkedett azonnal. Annyit nyer rajta. Hát ezt én is védeném fokkal körömmel. És így néz ki, hogy hogyan változott az orosz olajexport. Azt látható, hogy az európai csökkenés, ami azért nagyon drasztikus, az a piros a felső, a kék az pedig az ázsiai növekedés. Tehát gyakorlatilag Ázsia fölszívja jelenleg, nincsen változás az orosz olajtermelés mennyiségében.
De sokkal olcsóbban veszi meg, hát hülye lenne Kína meg India nem megvenni, most 37 meg 40 dollárja. Hát persze, örülnek neki. Feldolgozzák és eladják Európának. Nem adják el drágában, tehát félreértés ne essék, nem fogják drágában adni, annyian fogják eladni, amit a piac meg fog nekik fizetni, de már ezen is nagyon sokat nyernek, úgy, mint a MOL nyert az elmúlt időszakban azon, hogy olcsóbban vette. Tehát a szürke és a fekete piac, meg az árcímkézés az működik természetesen. De és itt van ez az utolsó ábrám, ami azt mutatja, hogy mindig azt mondták, a szankciók azok csak nekünk fájnak, az oroszoknak nem is fáj. Ugye, hogy mindig ezt hallottuk? Hát mondtam, hogy ha az oroszoknak nem fájnak, akkor még kérnének. De hogy mennyire fáj az oroszoknak, ez a legfrissebb hír, tegnapi hírt raktam föl. Az orosz költségvetés, a januári szénhidrogén bevételük 46%-kal csökkent a 2022-höz képest. Tényleg nem fáj. Köszönöm szépen a figyelmet.